Köszöntöm kedves nézőinket! Sűrű napok követik mostanság egymást a Madarász Imre Egyesített Óvoda életében, hiszen megkezdődtek az óvoda pedagógiai napok. Vendégünk Gulyás Ferencné Jolika, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezető helyettese. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást, én is szeretettel köszöntöm Önt és a Karcag Televízió nézőit. Mettől meddig tart ez a programsorozat, mit lehet erről tudnunk? A Madarász Imre óvodapedagógiai napok a mai nappal kezdődnek, április 10-től április 23-áig tart a rendezvénysorozat. Hová nyúlik vissza ennek a rendezvénysorozatnak a hagyománya? A rendezvénysorozatnak a hagyománya tulajdonképpen egész hosszú évekre nyúlik vissza, hiszen most egy programcsokorba szedtük össze azokat a szakmai óvodapedagógiai rendezvényeinket, amelyeket már a korábbi években is megtartottunk, megrendeztünk, így a fenntarthatóság, a környezettudatos fejlesztésre nevelés 5-6 éves távlatban nyúlik vissza, hiszen ennek már hagyományai voltak az elmúlt években az óvodákban, és a bemutató foglalkozások, amelyeket az óvodai csoportokban tartunk, ennek pedig talán azt mondom, hogy az 5-6 évnél is sokkal hosszabb évre visszanyúló hagyományai vannak, hiszen minden évben, minden óvodában vannak bemutató foglalkozások, és most itt ennek a másfél hétnek a időtartama alatt tartjuk a tavaszi bemutató foglalkozásait az óvodának. Tehát akkor el lehet mondani, hogy a legjobb programokat válogatják össze, amik az elmúlt évben már jól beváltak. Igen, kimondottan ezek szakmai programok, tehát ezek elsősorban pedagógusoknak szólnak. A nyitó rendezvény az, ami szélesebb körben is meg van hirdetve. Mi a célja ennek? Majd mindjárt beszélünk. Igen. A nyitó rendezvényről is. Mi a célja ennek a programsorozatnak? Mire találták ezt ki gyakorlatilag? Az óvodapedagógiai napok is mutatja azt, hogy tulajdonképpen az óvodapedagógiával foglalkozó pedagógusok, ezek óvodapedagógusok, illetve a társintézmények, itt elsősorban az általános iskolák pedagógusait várjuk, akikkel szakmai konzultációt tartunk ezeken a napokon, óvodapedagógiai módszereket mutatunk be, mindazokat, ahogyan foglalkozunk a gyermekekkel a nevelési gyakorlatunk során. Miért fontos ez a kapcsolattartás, ez mi célt szolgál? Nagyon fontos az egymástól való tanulás, nagyon fontos annak érdekében, hogy az óvodából iskolába lépő gyermekeket a tanítónénik is már ezeken az alkalmakon megismerjék, találkozzanak azokkal a módszerekkel, amelyekkel mi foglalkozunk az óvodában, illetve a személyes kapcsolatok is nagyon fontosak, hogy az iskola átmenet, az óvodaiskola átmenet minél zökkenőmentesebb legyen. Az elmúlt évek során mi a tapasztalat, hogy ugye nem tudom, még annak idején, amikor mi voltunk óvodások, ahogy így emlékeim vannak, voltak ezek az iskola előkészítő ilyen kék-fehér alapon kék feladatlapok. Tehát, hogy változtattak-e a módszereken? Tehát vannak-e új dolgok, amivel felkészítik a gyermekeket az iskolára? Vagy maradtak ezek a régió bevált feladatlapok? Hát az elmúlt évtizedekben már most mondhatom azt, az óvodapedagógia nagyon sokat változott, nagyon sok új módszert sajátítottak el az óvodapedagógusok. Itt beszélhetünk a projektmódszerről, amely egy nagyon gazdag lehetőséget kínál a több irányú képességfejlesztésnek a gyerekek számára. Mindazok a tevékenységeken keresztüli tanulás megszervezése, ahogyan zajlik az óvodába, hiszen ott már most azért nem a feladatlapos módszerekkel szervezzük a tanulást a gyerekek számára, hanem a tevékenységeken keresztül, és ez a legfontosabb. Fokozatosan növekvő időtartamban, ami azt jelenti, hogy vannak ugye kötelező, vannak kötetlen tevékenységek, vannak olyanok, amelyeket az óvodapedagógus irányít, vannak olyanok, amelyeket a gyermekek kezdeményeznek, óvodapedagógus által irányított és kezdeményezett tevékenységek is vannak, tehát ezeknek a komplex változásai vannak az egész hét folyamán a csoportok heti rendjébe beillesztve. Milyen külön órákon, külön foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek? Az óvodában ugye a nevelési időn belül az óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenység tartalmak valósulnak meg. Ezek ugye azok a hagyományos tevékenységtartalmak, amik már a korábbi években is jellemzőek voltak. Itt ugye beszélünk a
verselésmesélésről, a környezet megismeréséről, a művészeti tevékenységekről, az anyanyelvi nevelésről, az értelmi fejlesztésről, a mozgásfejlesztésről, és most ezek közül előtérbe kerül a tehetségfejlesztés ezen belül, hiszen tehát ez most önöknél is esetleg ilyen tehetségpontokat alakítanak majd. Így van. Tehát az óvodában most a tehetségfejlesztés a köznevelési törvény értelmében is egy új területet ölel föl a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körében. Az intézményünk 2012-ben vált tehetségponttá, és most jelen pillanatban van folyamatban az akkreditációja a tehetségpontnak, amelynek a kimenetele tulajdonképpen annak az lesz, hogy vagy kiváló, vagy jól megfelel tehetségponttá nyilvánítják a tehetségpontunkat, hiszen a tehetségműhelyek már évek óta működnek, szaporodnak, és most ennek jegyében zajlik az óvodapedagógiai hét is, új módszerekkel, a tehetséggondozás területét bemutatva több óvodában lesznek bemutató foglalkozások. Ugye az általános iskoláknál, tehát abban jártasabbak vagyunk, mert ugye ők többször jönnek ezügyben interjúra hozzánk. Mely területekre fókuszálnak önök a tehetséggondozás területén? Ugye tudjuk, hogy melyik tagiskola, például a természettudományra, ez önöknél hogy működik? Vagy inkább többre. Igen, a tehetségfejlesztés az intézményen belül a 9 óvodában 20 műhely működik. Ez így kimondva elég sok, de ez azt jelenti, hogy 5 nagy tehetségterületen gondozzuk a tehetséges gyermekeket, a tehetségígéreteket. Ez a képzőművészeti terület, a vizuális neveléshez kapcsolódóan, a gyermeknéptánc területéhez, van mozgásos testi képességeket fejlesztő tehetséggondozó műhelyeink vannak, környezeti neveléshez kapcsolódó, itt a környezettudatosságra nevelés és a zenei képességek fejlesztését magába foglaló műhely. Ezekben a műhelyekben, az óvodákban az óvodapedagógusok a tehetséges, tehetségígéretes gyermekeket összevonják, és akkor 6-8-10 a műhely tevékenységétől függően a néptáncban ott többen 15-16 fővel működő csoportokat működtetünk. Ezt akartam pont megkérdezni, hogy melyik a legnépszerűbb, hogy lehet-e ilyet egyáltalán mondani, vagy igazából, vagy van-e átjárás például ezek közt a csoportok között? Igen, vannak gyerekek, akik több műhelyben is részt vesznek, vannak, ahol csak a gyermekek egy-egy műhelyben, műhely munkába kapcsolódnak be. Nem mondhatnám, hogy bármelyik is kedvenc, hiszen ahogy a számok minden is szeretnek. Mutatják, tehát a gyerekek nagyon-nagyon érdeklődőek, és tehát ahogy a számok mutatják, óvodánként is megoszlik ezeknek a műhelyeknek a kialakítása. Sok tehetséges gyermek van, vagy egyáltalán ilyen pici korba meg lehet azt már állapítani, meg tudják azt már önök óvónők állapítani, vagy óvodapedagógusok, hogy melyik gyermeket esetleg milyen irányba lehetne terelgetni? Hát hogyne, az óvodáskorban már a gyermekek az érdeklődésüktől függően is nyitottak az iránt, a terület iránt, amelyre fogékonyabbak. Ugye a kreativitásukban is megjelenik az, amikor egy-egy vizuális tevékenységben láthatjuk majd a ma délután nyíló kiállításon is, hogy óvodáskorban is, amikor egy gyerek nyitott egy tevékenység iránt, ott már ha olyan pedagógiai módszerekkel foglalkoznak vele, akkor bizony nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Láthattuk a mesemondó versenyen nem túl régen, hogy amelyet a Dérini Kulturális Központ szervezett, a Csigabiga Palota mesemondó versenyen, hogy nagyon-nagyon tehetséges gyermekek vannak, és hát nem beszélve a néptáncról, amely néptánc csoportjaink fellépéseit rendszeresen láthatjuk a városi rendezvényeken, és bizony látható ott, hogy pedagógus szemmel is, de szülői és külső szemmel is látható, hogy ott vannak a tehetséges gyermekek, akik ha később tovább viszik ezeket a tevékenységeket, amelyeket megkezdenek, olyan támogatást kapnak szakemberektől, akkor azt gondolom, hogy felnőtt korukra kiemelkedőek lehetnek egyes területeken. Idegen nyelvek tanítására, tanulására mekkora hangsúlyt fektetnek? Idegen nyelvek tanítása a több óvodában zajlik. Ezek van, ahol
óvodán belüli tevékenységként, nevelésidőben, illetve van, ahol külső szakemberekkel, szülői igények alapján szerveződnek ezek a csoportok, de mindenhol óvodapedagógus vezetésével. És van igényre. Igen. Igen. Térjünk akkor vissza erre az óvoda pedagógiai programsorozatra, ugye már ön is említette, hogy ma szerda van, tehát holnap fogják a kedves nézők látni ezt az interjút csütörtök este. Ma lesz a nyitó rendezvény, ez a Jánzd újra kiállításnak a megnyitója. Mi is az a Jánzd újra kiállítás? Mit kell erről tudnunk? A Jánzd újra kiállítást első alkalommal a tavalyi évben szerveztük meg. Ez tulajdonképpen a környezettudatosságra nevelés, a fenntarthatóságra nevelés jegyében szerveződött a tavalyi évben. Újrahasznosítható eszközök, játékok készítésére hirdettük meg. Nagyon nagy sikere volt tavaly, és ekkor úgy döntöttünk, hogy ezt a rendezvényünket is hagyományossá fogjuk tenni az intézményben, és így került második alkalommal megszervezésre ez a Jászd újra kiállítás, amely most egy picikét kibővül, és az újrahasznosítható játékeszközökön kívül bemutatkozik a 4 kézműves tehetségfejlesztő műhelyünk. Honnan jött ennek a kiállításnak az ötlete esetleg? Látták valahol máshol, vagy átgondolták ezt, vagy benne volt a programjukban? Korábbi években volt már hasonló kiállítás, kisebb szinten, óvodaszinten, amikor az óvodás gyerekek a saját óvodájukba készítettek a földnapjához kapcsolódóan újrahasznosítható eszközöket, olyan anyagokból, amelyeket már nem használunk otthon, nem használunk az óvodában, és bizony, ha egy kis szülői segítséggel, egy kis óvonéni segítséggel leülünk, akkor a gyermekekkel nagyon ötletes eszközöket, játékokat készíthetünk, úgyhogy innen jött az ötlet, és egy picikét kibővítettük ezt a rendezvényt, és ezt a rendezvényt választottuk, hiszen az intézményen belül van 5 zöld óvodánk, ahol kiemelt terület a környezettudatos nevelés, és ezt a rendezvényt választottuk az óvodapedagógiai napok nyitó rendezvényévé. Hát ugye tavaly is láthattuk, akik ott voltak, hogy nagyon tényleg annyira ötletes kis játékok, eszközök, tárgyak készültek. A gyermekek mennyire lelkesen készülnek erre a rendezvényre? Vagy készültek gyakorlatilag a nagy művek erre a rendezvényre? Hát azt mondhatom, hogy ebből nagyon nagy szerencsénk van ebben a korosztályban, hiszen van verseny egyébként köztük? Van verseny, igen, hát már óvodáskorban is megindul azért a versengés egymás között, a versenyszellem. Ez a kiállítás azonban nem díjazásra megy, hanem inkább arra, hogy minél több és minél ötletesebb alkotást készítsünk el. No hát ebben nincs hiány, mert az óvodás gyerekek azok nagyon kreatívak, nagyon fogékonyak mindenre, és ha ehhez egy kis segítséget, támogatást kapnak a felnőttől, hogy akkor hogyan is tudjuk azt összeragasztani, elkészíteni egy kis segítséget, akkor úgy, ahogy ön is mondta a tavalyi évben, hát bízom benne, hogy az idei évben is nagyon remek alkotások fognak a kiállításra kerülni. Kíváncsian várjuk és ajánljuk mindenkinek ezt a kiállítást. Meddig látogatható? Meddig lesz nyitva esetleg, aki hát ugye lecsúszott vagy lecsúszik erről a megnyitóról, meddig tekintheti meg? A kiállítás április 10-től április 19-ig lesz megtekinthető a Dériné Kulturális Központ második emeleti termében. Kiket várnak, kiknek ajánlják ezt a kiállítást? Hát szeretettel ajánljuk a kiállítást minden érdeklődő karcagi lakosnak, aki szeretné megtekinteni ezeket a gyermekek által készített kis alkotásokat. Ajánljuk azoknak a szülőknek, akik a nyitó rendezvényen nem tudnak ott lenni gyermekeikkel, és akár készítettek is alkotást, és ott van a kiállításon. Ajánljuk olyan kisebb gyermekek szüleinek, akik még nem tudtak készíteni közösen, de majd talán jövőre, vagy azt következő évben szeretnének részt venni ezen a kiállításon alkotásaikkal, és hát természetesen ajánljuk az iskolás közösségeknek, hogy ők is tekintsék meg, hogy milyen alkotásokat készítettek az óvodások, mert mi az óvodásokkal, minden óvodai csoport el fog menni erre a kiállításra ebben az időszakban, és megtekintik ezeket a játékokat. Hát sok sikert kívánunk majd ehhez a kiállításhoz. Nézzük tovább, hogy ebben az óvodapedagógiai napok rendezvénysorozatban milyen események, rendezvények, programok lesznek még? Óvodapedagógiai napok keretében, ahogyan említettem, szakmai programjaink lesznek, így 12-én
nevelési értekezlet keretében az intézményi dokumentumok módosítása zajlik, amelyben, ahogyan mondtam, kiemelt terület lesz a tehetségfejlesztés, a környezettudatos nevelés és az egészséges életmódra nevelés, a mozgásfejlesztésnek a módosítása. Ezt követik a bemutató foglalkozások. Április 15-én a Csokonai úti tagovodában bemutató foglalkozás lesz a Bóbita csoportban, testnevelés foglalkozás keretében. Kunné Nánási Mónika és Hátót János névezetik ezt a foglalkozást. Április 16-án a Takács Péter úti óvodában kerül nyelvi kommunikációs készségfejlesztés keretében bemutató foglalkozásra. Ezt a foglalkozást Vadai Gyuláné és Gyökeres Éva óvodapedagógusok vezetik. Április 17-én a Táncsics körút 19-es óvodának két csoportjában, a Napocska csoportjában Játék a ritmussal című bemutató foglalkozás lesz, amelyet Halász Andrásné és Mándi Katalin kolléganőim fognak tartani. A Margaréta középső csoportban pedig Dalos játékok örömei című bemutató foglalkozást Nagyné Varga Csilla és Perge Tiborné kolléganők szervezik. Április 19-én egy olyan rendezvényünk lesz, ami a meghívomban nem szerepel, hiszen ez egy belső szakmai programunk lesz. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács pályázatán 25 óvodapedagógus fog részt venni egy olyan egésznapos továbbképzésen, amely a tehetségfejlesztésben végzett munkánkat fogja segíteni, amelynek címe lesz a tehetségfelismerés és fejlesztés projektmódszerrel. Ez egy újdonság lesz. Így van, ez egy szakmai program lesz, és ezt követi még a következő héten, 18-án meseelőadás lesz az óvodás gyermekeknek, illetve ez megelőző napon lesz. Igen. A Mesevarázs Munkaközösség és a Gyermekünk Mosoly Egészséges Gyermekekért Alapítvány közös szervezésében a Csillagszemű juhászt fogják előadni. Ez is már egy hagyományos rendezvényünk így a tavasz folyamán. Minden óvodás gyermek részt vesz ezen a meseelőadáson. Két előadást is tartunk. Így van, két előadást is tartunk, hiszen ezen, ha minden kisgyermek részt vesz, akkor megtöltjük a kulturális közben mozitermét, így van. 22-én folytatódnak a bemutató foglalkozások. A Kuthen úti óvodában Kőszegi Dezsőné vezetésével Tavaszi kirándulás címmel a Zeneszárnyán fognak a gyermekek zenei képességfejlesztő foglalkozáson részt venni, és 23-án zárul a Jókai úti óvodánkban Legyen sokáig miénk ez a föld projektrendszerű feldolgozás környezettevékeny megismerése területén Romhányi Sándorné és Szalókiné Kovács Erzsébet óvodapedagógusok vezetésével. Hát úgy látom, hogy nagyon színes lesz a paletta. Szülők esetleg részt vehetnek-e ezeken a bemutató foglalkozásokon, ha érdeklődnek, vagy csak kizárólag a kollégák, iskola, pedagógusok? Ezeket a bemutató foglalkozásokat elsősorban pedagógusoknak szervezzük, hiszen, ahogy mondtam, ezek szakmai programok. Intézményünkből óvodapedagógusokat várunk, az iskolák pedagógusait, tanítóit elsősorban, hiszen az elmúlt évekre, ahogy említettem, nagyon jó kapcsolat van mind az állami, mind az egyházi általános iskolák pedagógusaival, és ez kölcsönös ezeknek a foglalkozásoknak, iskolai óráknak a látogatása, úgyhogy várjuk őket is nagy szeretettel, illetve ebben az időszakban zajlik a Megyei Pedagógiai Hetek programsorozata, amelyhez kapcsolódóan a megye településeiről is várunk óvodapedagógus kollégákat. És a szülőkre visszatérve, minden óvodába nyílt délelőttök, nyílt délutánok keretében betekintést kaphatnak a jelenleg óvodába járó gyermekek szülei is, és a majd óvodába kerülő, most iratkozó gyermekek szülei is. Mi lesz a következő rendezvény, amire esetleg már a szülőket is bevonják, a szülőket is várják? Ugye, ha minden igaz, akkor napokon belül itt a tavasz, itt a jó idő. Mire készülnek? Tavaszi időszakban ugye az óvodákban megkezdődnek azok a rendezvények, a pünkösdölés, a ovimajálisok, a gyermeknapok, amelyeket a gyermekekkel közösen szervezünk, gyermekekkel, szülőkkel közösen szervezünk, és ezek a nyílt napok,
és ezekre mindegyikre nagy-nagy szeretettel várjuk a szülőket, úgy, ahogy az eddigi években. Nem csak a szülők, a televíziónk is ott lesz, és majd híradásokat készítünk, hogy aki esetleg nem tudott ott lenni, az is megtekinthesse ezeket a felvételeket. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres programsorozatot kívánunk Önöknek, és további jó munkát. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Köszönöm az érdeklődést a programsorozat iránt is, és azt is köszönöm a Karcag Televíziónak, hogy ezeken az óvodai rendezvényeken valóban mindig ott voltak, és az elkövetkezendő időszakban is meghívást részünkről fogjuk küldeni, és ott lesznek, és akkor így a Karcag Televízió nézői meg tudják tekinteni ezeket a műsorainkat. Köszönjük szépen! Mi köszönjük, és biztos, hogy ott leszünk. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket!